Ebben a házban él a szabadkai Kincses Ibolya 3 gyermekével. Az épületben több szoba is van, viszont csak 2 használnak a fűtés miatt. A nappaliban, ami egyben hálószoba is, az édesanyja alszik 2 lányával. A fiának külön szobája van, viszont ott már fűtés nincs. Csak az egészség a gyerekeknek, hogy legyen, más semmi. Ez volt Ibolya határozott válasza arra a kérdésre, hogy mi számára a legfontosabb az életben. A beszélgetésünk folyamán elmondta, a lányok 14 és 17 évesek, a fiú pedig januárban lesz nagykorú. Amikor Ibolyát arról kérdeztük, hogyan készülnek a karácsonyra, illetve mi kerül az asztalra, elsírta magát. Bableves, halászlé. Mákos guba, meg túros tészta. Miért könnyezte el most magát? Nehéz. Itt az ünnepek, és akkor... Nehéz. De összetart a család, és ez a fontos. Az a legfontosabb, hogy mellettem vannak. Ők adják az erőt. Az édesanyja 2 hónapja munkanélküli, mosodában dolgozott, de felmondást kapott, így a havi bevételük mindössze abból származik, hogy takarítani jár, illetve a fia is különböző munkákat vállal. Kevesebb munka van, és akkor sajnos felmondást kaptam. És akkor így honnan a bevételük, tehát vagy mennyi a bevétel, amiből tudnak így egy hónapra megélni? Hát sajnos most nehezen mondom, most ez az utolsó hónap sajnos nehéz. Ünnepek előtt maradt a munka nélkül, még privátlag takarítani, meg a fiam így privátlag, amit mind dolgozni. Ha szebbé és boldogabbá szeretné tenni a szerény körülmények között élő Kincses család karácsonyát, akkor keressék Kincses Ibolyát a 061 153 81 62-es telefonszámon. Jó szívvel várják a jó akaratú emberek felajánlásait.